Nyéze Nánó, Kisfalvi Krisztina. Borostyán. További magyar hangok. Rékasi Károly, Nárai Erika, Andrész Kati, Kassai Ilona, Dobos Katalin, Kristóf Tibor, Vas Gábor, Gruber Hugo, Orosz Helga, Prókai Anna Mária, Várkonyi András, Varga T. József, Pataki Imre, Kis Gábor, Bakó Márta, Selmeci Roland. Szerkesztő Gyulai Zsuzsa. Magyar szöveg Molnár Anna. Hangmérnök Gellén Attila. Rendezőasszisztens Gál Erika. Vágó Pál Géza. Gyártásvezető Veres Mihály. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Mahír Film Kft. Készítette. Produkciós vezető Bújt István. Forgatókönyv Giovanni Simonelli. Vento soffierà, la pioggia pioverà. Fényképezte Pierluigi Santi. Zene Amadeo Minghi. Rendezte Fabrizio Costa. Első rész.
asszony, 20 évvel később. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy légy Mária, malasztal teljes, az Úr vagyon te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr vagyon te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Elérkezett hát a nagy nap. Én félek egy kicsit. Természetes, hogy félsz. Láttad kin a kis fecskéket az eresz alatt a fészkükben? Legszívesebben soha nem repülnének ki onnan. Azért, mert ők is félnek. És mégis az ő szüleik is, ha elérkezett az idő, elküldik őket. Ott hagyják a megszokott puha fészküket, és elrepülnek. De én tudok majd repülni? Repülni fogsz. Az ösztöneid segítenek kinyitni a szárnyadat. Olyan jó volt itt. Nyugalmas volt, és biztonságos. Odakint persze nem lesz ilyen. Harcolnod is kell majd. A világ zord és kegyetlen. De te boldogulni fogsz majd, ebben biztos vagyok. Pénz, igen. A pogányok istene, lányom. Ha innen kikerülsz, nagy szükséged lesz rá. Okosan bánj vele. De anyám, én nem. Én nem. Enned csak kell, nem igaz? És lakbért fizetned. Meg aztán nem az árdától veszed el ezt a pénzt. Isten őrizzen attól, hogy gőgös legyek. De egy nemes és gazdag család egyetlen örököse vagyok. Valahogy fel kell használnom a pénzt. Én a szegénységet választottam. És segíteni valakin, akinek szüksége van rá, egyáltalán nem bűn. Tiéd, lányom. A nyakadban volt, amikor hozzám kerültél. Egy nagyon régi ékszer, nyilván a családodé volt. Mit kezdjek vele? Hogy kérdezhetsz ilyet? Ez egy emlék? Mi másra emlékeztetne, mint arra, hogy elhagytak? Egy jó kereszténynek nem illik így beszélnie. Nem tudod, hogy miért hagytak el. Ne ítélkezz anélkül, hogy ezt tudnád. Ha legalább megkérdezhetném a szüleimtől, de még azt se tudom, hogy kik. Borostyán, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Néha fájdalmakat kell elviselnünk. De Isten nem hagyja el a gyermekeit. Téged elvezetett hozzám, és én úgy szeretlek, mint egy anya. Igaz, hogy nem tudtam pótolni a szüleidet, de nem voltál egyedül. Anyám, bocsásson meg, de milyen emlék lehet nekem ez a lánc? Hogy lehet egy újszülött csecsemőt magára hagyni? Én nagyon szeretlek téged az első este óta. Olyan csepp voltál, kétségbe esett, védtelen. Most már menjünk. A mi munkánkon a legmeglepőbb dolgok is előfordulhatnak. Van olyan is, hogy beállít egy borzalmasan kövérnő, és olyan kisméretű ruhát akar felpróbálni, ami lefogadom, hogy még rád is szűk lenne.
Borostyán? Nekem olyan furcsa ez a név. Igen, egy kicsit furcsa, de van magyarázata. Amikor ott találtuk szegényt a zárda ajtaja előtt, egy kis lánc volt a nyakában, egy borostyán levéllel. Szegény kis teremtés, kétségbe volt esve. Mikor rátaláltál, mennyi idős volt? Legfeljebb pár órás picike angyal, de a hangja annál nagyobb, ahogy sír torka szakadtából, elkeseredetten. Tényleg olyan volt, mint egy kis borostyán, amelyik görcsösen kapaszkodik, hogy élhessen. De hát hogy tudtak elhagyni egy újszülött csecsemőt? A reményvesztettség néha letéríti az embert a helyes útról. Nem ítélkezhetünk mások felett. 6 éves korában elkezdte nálunk az iskolát a többiekkel, elvégezte a gimnáziumot és a felsőbb osztályokat is. 4 éve, mikor a zárda főnök asszonya lettem, magam mellé vettem, mint segédnővért. De most már nagy lánya, maga útját kell járnia. Értem, és eszedbe jutottam. Ki más juthatott volna? Te intelligens bölcs asszony vagy, talpra esett. Úgy beszélsz rólam, mint egy vén filozófusról. Minden esetre úgy gondoltam, hogy ha már teljesen el kell szakadnia a nyugalmas zárda élettől, legalább egy tapasztalt valaki álljon mellette. Az iskolában mindig mindenkit kihúztál a bajból. Ha tudnád, mennyire bíztam benned. Úgy tekintettem rád, mint a nővéremre. Nézd, Márta, nekem nincsenek különös képességeim. Én mindent azért csináltam, hogy teljen az idő. Előbb legyen vége az iskolának. Van itt még valami. Tulajdonképp elvihettem volna egy akármilyen hivatalba. De Borostyán ott nőtt fel közöttünk, apácák közt a zárdában. Nem ismer férfiakat. Félek, hogy megrázó élmény lesz a számára. Márta, te is tudod, hogy előbb-utóbb meg fog ismerkedni férfiakkal, és én nem tehetek semmit azért, hogy megakadályozzam. Igen, tudom, igazad van, de nálad úgy érezheti magát, mint egy családban. Egyébként épp a legjobbkor érkezett, mert hát én sem vagyok már 20 éves, és itt rengeteg a munka, úgyhogy Csinciának segítségre van szüksége. Meglátod, nem csalódsz benne. Borostyán csodálatos kislány. Úgy beszélsz róla, mintha a te lányod lenne. Tudod, mikor azon az estén, 20 éve, magamhozzal eltem a kislányt, szegény olyan éhes volt, kereste a mellemet. Akkor az jutott eszembe, hogy ha nem lenne rajtam ez a fekete ruha, és nekem is lenne férjem, épp ilyen kis babát szeretnék, ilyen édes kis csöpséget. Tudod, mit szeretnék a legjobban? Ruhákat rajzolni. Tervezgetni szoktam is néha, csak úgy a magam szórakoztatására. Aztán összehasonlítom a divatlapokban található képekkel, és meg kell mondjam, nem rosszabbak. Egy pillanat. Igen. Persze, már is. A főnök nőkéret. Tessék! Borostyán, ő szinyóra Benti. Szia, Borostyán. Foglalj helyet. Márta nővértől csupa szép dolgot hallottam rólad. Márta nővér túlságosan jó. Én nem vagyok túlságosan jó, nem akarom, hogy szentet csinálj belőlem. Na, mesélj. Láttad az üzletet? Tetszik neked? Nagyon érdekes munkának tűnik. Majd azután nyilatkoz, miután 8 órát talpon voltál. Ráadásul a vevőket sem mindig könnyű elviselni, majd meglátod. Az a kedves lány Csincia mindig ilyen jókedvű. Igen, Csinciának kivételes természete van, senki sem tudja elvenni a jókedvét. Jól értettem? Azt mondtad, hogy Borostyán már nem maradhat tovább az zárdában. Így igaz. Lassan már 20 éve, hogy elviseljük egymást. Csak azért kérdeztem, mert Csinciának van egy kis lakása, amit eddig megosztott az egyik barátnőjével, aki nemrég elköltözött. Arra gondoltam, hogy esetleg érdekel téged. Nekem megfelelne. Ne nézz rám, kislányom. Mostantól neked kell meghoznod a döntéseket. Jó, de Csincia is beleegyezik. Csincia? Igen, asszonyom. Bejönnél hozzám egy percre? Itt vagyok. Csincia, úgy hallom, már egész jól összebarátkoztatok az új kolléganőddel. Igen, beszélget. Borostyán itt fog dolgozni nálunk, de még nincs hol laknia. Ó, hát ha van kedve nálam lakni, én nagyon örülnék neki. Á, nagyszerű. Akkor hát, Borostyán, mikor akarsz beköltözni? Várj egy pillanatot. Nem, nem, Márta, te magad mondtad az előbb, hogy már nagylány, egyedül kell döntenie. Rendben van. Igazad van.
De azt javaslom, hogy emeld fel a kisasszony fizetését. De hát miért? Nem értem, miért kéne. Hogy vehessen magának egy hosszabb szoknyát. Anyám, bevallom, maga az első szellemes apác, akivel valaha találkoztam. De hát végtére is Évát még kevesebb ruhában teremtette meg az Isten, és ő mindig tudja, mit csinál. Nos, hogy döntesz? Oda költözöl? Igen, örömmel. Elnézést, vissza meg. Igen, menj. Köszönöm. Borostyán, ha akarod, már ma zárás után oda jöhetsz hozzá. Rendben van, köszönöm. Akkor megyek. Ah, ez nagyszerű. Akkor ezt el is intéztük. Igen. Dr. Costa keresi. Mondja meg neki, Marina, hogy hívjon vissza később. Az öcsémmel beszélgetek. Folytasd, Sergio. Ott tartottam, hogy nem ártana beszállnunk egy bizonyos összeggel. Mondjuk úgy 240 millió körül. Jó üzletnek tartod? Igen, elég jó üzletnek. Már van néhány befektető, aki nem csekély haszonra tett szert az olajból. Pár év múlva ez a terület meg háromszorozhatja az értékét. Rendben van. Folytasd a tárgyalásokat. Jól van. Elhoztam a telekkönyvi térképet. A titkárnődnél van. Lefénymásoltatja, mert az eredetit vissza kell vinnem a hivatalba. Ez itt a jelentés az eddigi tárgyalásokról. Ezek az adatai a mezőgazdasági üzemnek, amit megvételre ajánlanak nekünk. Mezőgazdasági üzem. Ha tudnád, Sergio, hogy hányszor eszembe jutnak a gyerekkori évek, a sok közös emlék. Emlékszel nagyapa tanyájára? Persze. És a patakra, ahová horgászni jártunk? Ahol soha egyetlen halat se fogtunk, emlékszem. Anélkül is remekül szórakoztunk. Sose felejtem el azt a szagot a tehénistálóban. Mint ahogy a frissen fejte édes ízét sem. Én egyáltalán nem szégyellem a származásunkat. Valahányszor szóba jön egy birtok valami üzlettel kapcsolatban, legszívesebben megvenném és oda költöznék. Persze aztán mégse csinálok semmit. De lehet, hogy egy szép napon elszánom magam. Ki tudja. Van már híred Andriáról? Igen, a napokban kell megérkeznie, feltehetően még ma telefonál. Nagyon szerencsés vagy, Sergio, hidd el nekem. Amikor feleségül vetted Leonát, akinek volt egy kisfia az első házasságából, bevallom, nyugtalan voltam. Biancával is sokat beszélgettem erről. Tanakodtunk, hogy vajon helyesen döntöttél-e? Igen, a feleséged sokat segített nekem. Azt mondta, szeresem Andréát, mint a saját fiamot. Még akkor is, ha később lesznek saját gyerekeim. Bianca nagyon érzékeny teremtés volt. Igen, és mennyire igaza volt. Andrea sok örömet szerzett nekünk. Beszélnem kell majd vele. Szeretném tudni, mik a tervei. Most, hogy befejezte a tanulmányait, szívesen segítek neki. Akár velünk akar dolgozni, akár valahol máshol. Szerintem ez a munka tetszeni fog neki, főleg az építészet területe. Igen, nem hinném, hogy máshová akar menni. Annak ellenére, hogy az anyja szerette volna, ha diplomáciai pályára lép. Ismered Leonát? Nézd, bizonyos szempontból érthető ez a vágya. Andrea az első férjének a fia, aki annak idején diplomata volt. De soha ki nem tette a lábát a külügyminisztériumból. Leona szinte isteníti. Mindig úgy beszél róla, mintha valami rendkívül fontos nagykövet lett volna. Remélem, elégedett lesz a munkánkkal, Signora Satti. Ha nem esik ki belőle többé a kő? Nem szabad kiesnie. Köszönöm. Már is visszaadok. Leona! Claudia! Te rég láttalak. Utoljára azt hiszem akkor, amikor azt a jótékonysági estét rendeztem, ha jól emlékszem. Jól nézel ki, kisasszony. Hagyd ezt! Az efféle címek manapság már nevetségesek. Nem. Tessék. Köszönöm. Sok ajtó megnyílik a rang és cím előtt. Te sose változol. Jaj, de szép gyűrű. Soha nem válok meg tőle. Javítani hoztam be ide, még az első férjemtől kaptam. Tudod, aki nagykövet volt. És te mi áradban? Álmodoztam egy kicsit. Tudod, imádom az ékszereket, csak... Mi az, talán az Ord atya nem akarja kinyitni a lányának az erszényét? Ha rajta múlna, biztosan kinyitná. Csak az a baj, hogy nincs tele az az erszény. Nem tudom elhinni. Emlékszel arra fantasztikus estére? Az előkerő társaságra, fontos emberekre. Akinek ilyen barátai vannak, nem eshet baja. Csak hogy az emberek, amint megérzik, hogy új szelek fújnak, lelépnek. Szerintem nincs igazad. A sógorom nagyon gazdag ember. De a pénz nem minden. Például nem tudom elképzelni, hogy akadna ember, aki elfogadná az ő meghívását egy estére.
Váltsuk témát, jó? Nem akarlak untatni. Egyáltalán nem untatsz. Térjünk vissza az apádra. Tényleg ilyen súlyos a helyzet? Félek, igen. Nekem nem beszél róla, mert nem akar elkeseríteni. De ma ebédnél azt mondta, hogy kénytelen lesz megválni néhány birtokától. Na látod, akkor mégis van megoldás. Azt hiszem, ezek a földek nem érnek sokat, de inkább beszéljünk valami vidámabbról. De hát miért? Itt az alkalom, hogy igazi barátnőkké váljunk, és a barátnők nem csak a vidám dolgokat beszélik meg egymással. Igazad van, de rá, és nincs dolgod? Nincs. Szabaddá tettem magam, hogy kimehessek a fiam elé a reptérre, de csak holnap érkezik meg Amerikából. Andrea csodálatos fiú. Majd bemutatom neked. Állok elébe. Milyen földeket ad el apád? Őszintén szólva nem tudom, ugyanis soha nem foglalkoztam az apám üzleti ügyeivel. Megértelek. Engem sem érdekelnek a férjem és a sógorom ügyletei. Addig hagyján, amíg villákról, földről, birtokról van szó. De amint árakról kezdenek beszélni, én elvesztem. És ingatlanok eladásáról is szó van? Igen, hallottam valami ilyesmit, és azt is, hogy a Szatti cég nagyon megbízható társaság. Ha már itt tartunk, ha elmondanád pontosan, miről van szó, megbeszélhetném a férjemmel, hát ha ők tudnának segíteni. Valóban megtennéd? Hát persze, miért ne? A férjem mindig hallgat rá. Na és a bátyja is. Szólok nekik, és foglalkoznak az ügyjel. Ez fantasztikus lenne. Leona, hogyan köszönjem meg? Mit kéne köszönnöd? Még nem tettem tudod semmit. Mit? Mesélj a fiadról. Még kisfiú, ugye? Inkább én voltam kislány, amikor megszületett. Most diplomázott az Egyesült Államokban. És hasonlít rád? Majd te eldöntöd. Szia, Claudia. Szia. És köszönöm. Ez itt a szalon, itt szoktunk bulizni. Nagyon szép, csodálatos. Hát, nem egy palota, de ami kell, megvan. Kettőnknek épp megfelelő. Á, várj csak. Ha mosok, innen kihúzok egy spárgát a másik falig. A földre leteszek néhány újságot, hogy arra csöpögjenek, de jó meleg van, hamar megszáradnak. Állj egy pillanat. Halló! Szia! Hogy vagy? Nem, ma este sajnos nem tudok. Most érkezett egy barátnőm, úgyhogy itthon maradok vele. Hát persze, hogy szeretlek. Viszlát holnap. Telefonálj előbb, szia. Micsoda hülye. Nem kellett volna. Engem nem zavar, ha egyedül maradok. Iszom egy teljes kávét, és megyek lefeküdni. Elég fáradt vagyok. Ugyan, ez a fiú már úgyis az anyamra megy. Csak jár a szája, de nincsenek komoly tervei. Már eldöntöttem, hogy kidobom. Mit csinálsz? Ott hagyom. Nem találkozom vele. Nagyon sajnálom. Há, ne hitt, hogy ez olyan nagy szerelem volt, mint a romantikus regényekben. Azt hiszed, hogy én egy undok számító teremtés vagyok? Nem erről van szó, de úgy beszélsz a vőlegényedről, mint egy ócskaronyról, amit ki kell dobni. Pontosan. Ugyanis nekem, ahogy másnak bélyegekből, nekem férfiakból van gyűjteményem. A házasság szerintem nagyon fontos dolog. Az én férjem legyen minden szempontból megfelelő. Néha nem igazán értelek. Talán azért, mert nem vagyok jártas az ilyen dolgokban. Na, gyere, menjünk, Borostyán. Megmutatom a kastély többi részét. A jobb oldali vagy a bal oldali ágyat választod? Nekem teljesen mindegy. Nappal nagyon szép világos ez a lakás. Tessék, ide tedd be a ruháidat. Ide pedig a fehér neműidet. Nincs szükségem ennyi helyre. Értettem. Holnap kölcsönadok neked egy ruhát. Cincia, nem akarok neked gondot okozni. Ugyan, ne butáskodj már. Képzeld, az a lány, aki előtted lakott itt, egy szó nélkül használta a ruháimat. És csak azért voltam dühös rá, mert valami borzalmas illatú dezodort használt. Ki nem állhattam. De neked olyan szép ruháid vannak, azt hiszem föl sem merném venni őket. Ide hallgass, Borostyán. Ez a ruha, ami rajtad van, túlságosan nem rossz, csak olyan, nem is tudom. Mondd ki bátran, hogy csúnya. Tudod, én magam szabtam ki és vartam meg. Látszik. A
A blúzod végig begombolva, mintha félnél, hogy megfázik a torkod. A ruhád meg olyan hosszú, mintha a görbe lábadat akarnád eltakarni. Ha akarod, majd átalakítjuk egy kicsit. Nagyon kedves vagy hozzá. Ma délután rettenetesen unatkoztam, de összefutottam valakivel. Claudia Derencisszel, az apja a Derencis társaság igazgatója. Igen, hallottam már róluk, de siess, mert elkésünk. Még van időnk, de hogy késünk el. És megkérhetlek, hogy figyelj rám, amikor fontos dolgokról beszélek. Fontos, csak azt mondtad, hogy találkoztál azzal a lányjal délután. Hagyod, hogy befejezzem? A Derencis család nagyon gazdag és tekintélyes család. Claudia beszélt nekem bizonyos földekről, amit az apja kénytelen eladni. Talán érdemes megnézni őket. Beszélhetnél Valérióval, hogy járjon utána. Újabb intrikákat szőz egy szendvics és egy koktél között? Hát te hülye vagy. De van még valami, ami miatt szeretnék a kedvükben járni. Nem bánnám, ha Claudia lenne Andrea felesége. Ide hallgass, Leona. Nem, inkább te hallgass ide. Ha a fiam elveszi Claudiát, nem csak egy gazdag feleséget nyer vele, hanem bekerül egy előkelő társaságba is, ami egyaránt hasznos lenne neked is, és nekem is. Végre olyan emberekkel járhatnánk össze, akik eddig szóba se álltak velünk. Méghozzá a te kedves Valériód miatt. Na, nem mond. A bátyám miatt? A bátyád ült börtönben, vagy talán nem? Azt már elfelejtetted, hogy miattam? A hamis parcellázás miatt, amiben a barátaid rángattak bele? Igen, a te barátaid. A bátyámnak ez semmi köze nem volt. Engem kellett volna lecsukni. Nem őt. De Valérió mindent magára vállalt. Ahogy a haszon nagyobb részét is zsebre vágja, ha jól mennek a dolgok. Ne, ez fáj! Valérió azért vállalt mindent magára, mert mi akkor házasodtunk össze. Andrea még kisfiú volt, alig tudta kiheverni a sokkot, amit az apja halála okozott. Ez már... Arra sem emlékszel, hogy az egyik károsult rálőtt Valérióra? Elfelejtetted, hogy majdnem megölte? Hogy szerencsétlen azóta kénytelen tolókocsiban élni? Te pedig a rossz lelkiismereted miatt hű rabszolgája vagy. Matilde, nem jut eszedbe néha, hogy annak a nyomorultnak elege lehet már a sok gyógyszerből? Miért talán az én hibám, hogy a maga szíve nem működik jól? Tessék, vegye be, és ne lamentáljon annyit. De miért áldogálsz? Ülj már le. Ez egy beidegződés, és ezektől nem könnyű megszabadulni. Évszázadokon keresztül tanítottak bennünket a férfiak arra, hogy álljunk mellettük, mint a szöveg, miközben ők kényelmesen ülnek a székükben az asztal mellett, és arra várnak, hogy szolgáljuk ki őket, mint a török basát. Szent Isten, csak nem lett belőled feminista. És miért ne lehetne? Szerintem a világon minden okon meg lenne rá, a nők másodrangúak a társadalomban, mert ugye még a pap is azt mondja a templomban, Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiaknak legyen társuk, hogy legyen, aki ott áll mellettük. Bravo. A ház körül minden rendben? Hát, ha az élet nem lenne egyre drágább. Néha már én szégyellem magam a számlák miatt, pedig igyekszem nem sokat költeni. Matilde, nem volna szükséged valakire, aki segítene a háztartásban? Te sem vagy már túl fiatal. Persze, hogy nem vagyok már fiatal, épp ezért csinálok minden gyorsan és jól. Nem ábrándozgatok munka közben, mint egy serdülő. Meg aztán ott van Elvira, segít a nehezebb munkában. De mondja csak, ez az ötlet véletlenül nem a nagykövetnétől származik? Matilde. Bocsásson meg, Signora Leonától. Nem ő szeretne magának egy külön szobalányt? Mert őt aztán egy szemernyit sem érdekli, hogy megszakadok-e a munkától, ha? Az ő ötlete volt? Leona nem túl szimpatikus neked. Nem. Pedig derékasszony. Bár azt elismerem, hogy a természete nem túl könnyű. Nem. De hát az öcsém felesége. Milyen finoman fogalmazta meg, nem könnyű a természete. Nem vagy egy kicsi elfogult vele, mond. A lényeg az, hogy Sergio boldog vele. Persze, mert az öccse fölötté béketűrő. Ő kijönne akár az ördöggel is. Meg aztán, hogy szereti Andreát? Pedig nem is a saját fia, tényleg látta már, hogy csillog a szeme, valahányszor róla beszél. És miért baj ez? Szerintem is egy szeretetre méltó fiú, Andrea. Még a te szemed is csillog, mikor róla beszélsz. Ami igaz, valóban derék fiú. Olyan, akit nem lehet nem szeretni. Ez az egyetlen oka, amiért megpróbálok kijönni az anyjával.
micsoda pizsama? Olyan vagy, mint egy fegyásznő. De nagyon kényelmes viselet. A vezeklőinkhez képest minden kényelmes viselet. Hoztam magammal egy Halloween-et is, de az árdában varták. Féltem, hogyha felveszem, kinevetsz. Na hát, hogy te milyen jó pofa vagy. Mi lenne, ha meglátna egy férfi ember a pizsamában? Nem tartom valószínűnek, hogy engem egy férfi pizsamában láthatna. Talán egy orvos, ha megbetegednék. Na és miért ne tetszhetnél akár egy orvosnak is? Milyen szép vagy így. Tetszik neked a hajam? Igen. Csak elcsúfítod azzal a vacak gumival. Látom, rád fér egy kis tanítás. Majd én kézbe veszlek. Lekapcsoljam a lámpát? Igen. Cincia. Tessék. El kell mondanom valamit. Mondd csak. Én nem sokat törődtem az öltözködéssel. Nem nagyon érdekelt. Mert nekem még nem voltak férfi ismerőseim. Hogy érted ezt? Sose volt még fiú barátom és vőlegényem. Azt akarod mondani, hogy még soha nem csókolt meg senki? Soha életedben nem csókolóztál? Nem. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Tessék. Signor Valerio, de hát mit csinál? Nagyon késő van, és még dolgozik. Parancsoljon, ezt igye meg. Ettől jól fog aludni, meglátja. Nem, nem fogok jól aludni, ugyanis nem iszom meg. Előbb az orvosság, most meg ez a kotyvalék. Elég volt? De hát ez kamillateja néhány gyógynövénnyel. Nem szeretném, ha megmérgeznél. Igye meg szépen. Na jó, akkor megiszom. Különben még képes vagy itt állni az ágyamnál egész éjjel. De borzalmas. Igen, tudom. Én nem innám meg semmi pénzért az egyszer biztos. De magának jót tesz, meglátja, milyen jól fog aludni. Ennyi elég volt. Ide hallgasson, Signor Valerio. Pénteken elmegyünk a temetőbe. Eljön velem? Pénteken? Igen. Már 20 éve, hogy a felesége meghalt. Már 20 éve. És én még mindig nem értem, hogy miért tette ezt. Signor Valerio, a múltat át kell lépni, el kell felejteni. A szegény feleségének gyengék voltak az idegei. Nem olyan egyszerű ez, Matilde. Bianca egyetértett akkor a döntésemmel. Sergio nagyon gyenge jellem, tudtuk jól, hogy tönkretette volna a börtön. És csak egy hónap hiányzott, hogy kiengedjenek. Úgy tűnt, hogy túl vagyunk mindenen, és akkor jött az az őrült. Elkezdett üvöltözni, hogy becsaptuk, kiforgattuk a vagyonából. Mikor előkapta a pisztolyt, nem hittem volna, hogy lőni is fog. Ne izgassa föl magát, Signor Valerio. Aztán 30 nap élet és halál között. Ti meséltétek el nekem. Azt is, hogy az orvosok közölték Biancával, hogy nincs semmi remény. Csak a csoda mentheti meg az életemet. Elvették tőle a reményt, és ebbe őrült bele. Magányosnak érezte magát. Elhagyottnak, elveszettnek. Jól ismerted. Bianca gyakran esett súlyos, hosszantartó depresszióba. De mindig összeszedte magát. Signor Valerio, tudja, sokszor azon gondolkodom, mit kellett volna másképp tennem, hogy ne következzék be a tragédia. Amikor bent jártuk magánál a kórházban, és az orvosok azt mondták, hogy újabb szívrohama volt aznap éjjel, és hogy ezt már nem fogja túlélni, legfeljebb napjai vannak hátra, akkor szegény felesége szinte eszét vesztette. A doktor azt mondta, vigyem haza, és haza is vittem.
Aztán készítettem neki valami ennivalót. És amikor bevittem neki, föl a szobájába, meglepve láttam, hogy nincs ott. Mintha köddé vált volna. Néha arra gondolok, hogy talán én is hibás vagyok. Te egyáltalán nem vagy felelős, Matilda. Talán a sors rendelte így, hogy bekövetkezzék. Az a 6 hónap, amikor semmit se tudtam róla. Se azt, hogy mi történt vele, se azt, hogy hol lehet. Aztán jött az a telefonhívás a rendőrségtől, hogy egy kamion elé ugrott és szörnyet halt. Na elég volt, hagyja abba. Jól van, elmegyünk pénteken, de korán. Amikor a napsütésben kevésbé tűnik szomorúnak a temető. Jól van. Meg is rendeltem a virágot, rózsát, amit annyira szeretett. De most már aludjon, elég volt a munkából. Lekapcsolom a villany, nincs mese. Jó éjszakát, Matilda. Akarod, hogy kimegy? Ne, maradj csak. Nézd azt a képet. Sok évvel ezelőtt vettem. Nem ér annyit, mint a többi, de már az első pillanatban megragadott az a mélységes aggodalma, amit ennek a nőnek az arca sugall. És mégis milyen erősen szorítja magához azt a gyereket. Biancára gondolsz, igaz? Ezért nem tudsz aludni. Igen. Milyen különös. Néha ennek a nőnek az arca, mintha összemosódna a feleségem arcával. Aztán hallom, hogy megszólít. És hirtelen megmozdul a kép, kinyúlik a nő keze, és az ölembe teszi azt a kisgyereket. Leona. Biztos vagyok benne, hogyha Biancának lett volna gyereke, nem öli meg magát. Lett volna értelme az életének a balesetem után is. És az enyémnek is. De hát neked van egy fiad. Nekem? Andrea úgy szeret téged, mintha az apja lennél. Ez igaz. Neki köszönhetem, hogy az életem nem haszontalan, és én is úgy szeretem, mint a fiamat. Nagyon szép volt, amit most mondtál. De ettől még nem az én fiam. Nem az enyém. Azt hiszem, igazad van. Én szinte még gyerek voltam, és nem örültem túlzottan, amikor anya lettem. De ma már tudom, hogyha akkor nincs Andrea, nem tudtam volna túltenni magam a férjem halálán. És nem lett volna erőm ahhoz, hogy új életet kezdjek valakivel. Tudom. Már nagyon késő van. Mennünk kéne aludni. Ne, még ne. Segít. Ne, szeretnék még maradni egy kicsit. Ahogy akarod. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Deren
Francis társaságé? Tudom. Már hallottam azokról a földekről, igen. Tudod, Leona jól ismeri Derencis lányát. Összebarátkozott vele. És a lány beszélt neki arról a hatalmas birtokról, amit el akarnak adni. Leona megkért, hogy beszéljek veled. És mi van ebben rossz? Nézd, Leonát nem csak ezek a birtokok meg a földek érdeklik, hanem elsősorban a lány. Igen, szeretné, ha ő lenne Andrea felesége. Főleg az előnyök miatt, ami a házassággal járna. Bekerülhetnénk végre egy előkelő társaságba. Szereted a feleségedet, próbálj meg a kedvében járni. Ebben nincs semmi rossz. Andrea szemszögéből sem. Leona, mint minden anya, a legjobbat akarja a fiát. Igaz. De valóban ez a legjobb. Miért ne lehetne az? Sergio, mielőtt ítélkezel, meg kéne ismerned azt a lányt. Talán igazad van. Hát majd meglátjuk. Most megyek a közjegyzőhöz az új bejegyzések miatt. Aztán kimegyek a telepre. Ott minden rendben? Volt egy kis gond az egyik alapozásnál, de már mindent megoldottunk. Sietek. Szia! Tessék, uram! Marina? Szeretnék mindent megtudni egy bizonyos Derencis társaságról, és elsősorban azokról a földekről, amiket eladnak. Értem, már is leszólok a megfelelő osztályokra. Várjon még. Mondja meg, hogy egy teljes körű jelentést kérek, és gyorsan. Rendben van. Köszönöm. Sziasztok, szép lányok. Szia, kismajom. Minden nap ezt mondom, és úgy tűnik, hogy még örül is neki, talán azért, mert tényleg majom. Nem te mondtad, hogy illik méltón fogadni a hódolók bókjait? Nézd, ha téged érdekel, átengedem neked. Nekem nem kell. De aranyos. Egy borostyán? Ez volt a nyakamban, mikor megtaláltak. Az egyetlen kötelék a családomhoz. Akkor mindig hordanod kéne. Előfordulhat, hogy egy szép tapon valaki felismeri benned a lányát. Mondjuk egy milliárdos, vagy egy gróf, vagy herceg. Én beérném szegény szülőkkel is, hidd el. De már nem álmodom ilyesmiről. Ugyan, álmok nélkül nem lehet élni. De mindig a valóság győzedelmeskedik. Ahogy gondolod, de ide hallgass, mondok én valamit. Ez a kislánc előbb-utóbb sok-sok szerencsét és boldogságot hoz neked. Mindenkiről meséltél, csak épp magadról nem. Furcsa, hogy mamának szólítalak. Olyan szép és fiatal vagy, a barátnő is lehetnél. Hogy te milyen kis buta vagy. De azért nagyon köszönöm. A bókok mindig jól esnek a nőknek. Menjünk. Sergio nagyon el volt keseredve, hogy végül is nem tudott kijönni eléd. De az utolsó pillanatban bejelentkezett egy milánói üzletfele, és nem tudta lemondani. Nem baj, vacsoránál úgyis találkozunk. Különben is olyan fáradt vagyok, hogy addig alszom egy nagyot. Hát persze. Át kell állni a szervezetemnek. Aztán, ha majd kipihented magad, beszélgetünk egy jó nagyot. Matilde, azt akarod, hogy kipukkadjak? Na, ki tudja, miféle vacak ételekkel tömtek tele téged ott Amerikában. Ideje valami normálisat enned. Jól vagyok, és éhen se haltam. Szóval mi szó, elég nyúzottnak látszol. Az időeltolódás miatt egyébként kutyabajom. Légy nyugodt, nem strapáltak le a nők. Csak azt nem mondta, hogy egész idő alatt szerzetesi életet éltél. Azt nem mondtam. Az amerikai lányok, meg kell hagyni, nagyon csinosak. És Brewster hogy van? Remekül. Üdvözöl titeket. Fantasztikus, mennyire érti a dolgát. Az irodája egy felhőkarcoló három emeletén van, egy csodálatos tervező irodával, amilyet én még sose láttam. Nemrég kezdték el egy stadion tervezését Miami-ban. Miért kell az asztalnál is a munkáról beszélni? Hónapokig voltál Amerikában, nyilván sok embert megismertél. Mama, nagyon sajnálom, már csak miattad is, de nem nagyon jártam partikra, fogadásokra, meg koktélokra. Nem szeretem az ilyesmit. Igen, elég baj az. Mert a társasági élet fontos lehet a karriered szempontjából. Szegény apád se törődött ezzel, pedig jobban tette volna, mert... A férjed becsületes volt. Nem tudott hízelegni, megalázkodni a hatalom előtt. E tekintetben csak tisztelni tudom.
A dolgok nem egészen úgy voltak, ahogy te láttad, és egy cseppet se érdekel, hogy csak ezért tudott tisztelni. Na, elég már. Alig, hogy megjöttem, már is vitatkoztak. Mondd csak, Andrea, van valami benyomásod arról, hogy milyen az ingatlan piac New Yorkban? Ahogy én láttam, nem túl élénk a forgalom. Néhány pénzügyi társaság tart a kezében mindent. Ezek hatalmas alaptőkével rendelkeznek, mindenről ők döntenek, az árakról, a fejlesztendő területekről, mindenről. Szerintem, ha valaki be akarna törni, biztos, hogy rövid időn belül tönkre menne. Más piac után kéne nézni, mondjuk Kanadában vagy Latin-Amerikában, ott több lehetőség lenne. Csak beszél, és közben nem eszik semmit, ha már kibírtad Amerikát, nehogy itt, ha éhen.